A Jász-Nagykun Szolnok megyei főügyészség vádat emelt egy 38 éves tomajmonostorai férfi ellen emberölés büntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt. Megrázó tudósítás következik. A vádirat szerint a férfi még 2017-ben ismerkedett meg az akkor 13 éves sértettel. Baráti jellegű kapcsolatuk a lány 16 éves koráig tartott. A férfi nem helyén értékelte ezt a kapcsolatot, nem volt közöttük szexuális kapcsolat, ennek ellenére párkapcsolatként tekintett a lányhoz fűződő viszonyára. A sértett 2020. júniusában úgy döntött, hogy végleg megszakítja a férfivel a kapcsolatát, mert rendszeresen számon kérte őt egy osztálytársával való levelezése miatt. A férfi azonban nem vette tudomásul az elutasítást, ezért 2020. június 29-én a délutáni órákban Tomajmonostora külterületére egy használaton kívüli dökút melletti kietlen területre csalta a lányt, azzal az ürüggyel, hogy egy ajándékot szeretne neki átadni. Amikor a sértett megérkezett, akkor újra előhozakodott azzal, hogy szeretné a kapcsolatukat folytatni, a lány azonban határozottan elzárkózott ezelől. Ezen a férfi feldühödött, hanyatlökte a lányt, ráült a mellkasára, és két kézzel folytogatni kezdte. A lány tehetetlenül vergődött hanyat fekve a földön, a férfi pedig az egyik kezével továbbra is leszorította a földre, a másik kezével pedig a zsebéből elővette egy kést, és azzal több helyen megvagdosta a lánynak a nyakát. A kés eltört, ekkor az elkövető azt eldobta, és tovább folytogatta két kézzel, csaknem 20 percen keresztül, nagy és közepes erővel, ennek következtében a sértett eszméletét vesztette. A férfi, kihasználva azt, hogy a lány védekezésre képtelen, szexuális erőszakot követett el rajta, és ki is posztotta, elvette tőle a mobiltelefonját, majd abban a hiszemben hagyta sorsára a sértettet, hogy az addig neki okozott sérülésekbe bele fog halni. A sértett az elszenvedett bántalmazás következtében számos 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett el, és csak a szerencsés véletlennek köszönhető, hogy életben maradt. A főügyészség vádiratában azt indítványozza, hogy a bíróság börtönben végrehajtandó szabadságvesztéssel sújtja a vádlottat, határozott időre tiltsa el a közügyek gyakorlásától, és véglegesen tiltsa el minden olyan foglalkozástól, amelynek keretében 18. életévében be nem töltött személy lenne a nevelésére, gondozására, felügyeletére, gyógykezelésére bízva. Az ügyben a szolnoki törvényszék fog dönteni első fokon.